Egyes hírek szerint az orosz hadsereg bevette Szelidovét, amely az ukrán hadsereg fontos logisztikai központja Donetsk megyében és az utolsó település Pokrovsk előtt. Ha az agresszor elfoglalná ezt a stratégiai jelentőségű várost is, akkor kijutna Nyipropetrovsk megye határához. A Dombászból haditudósítónk Alexander Kacsura jelentkezik. Jelenleg a kelet-ukrajnai Donetsk megyében vagyok, ahol pokoli harcok folynak az orosz megszállók és az ukrán honvédők között. Kurahove, Szelidove, illetve Pokrovsz körzetében a legrosszabb az ukránok helyzete. Reggel érkezett a hír, hogy a megszállók már be is vették visnevét, nevét, amely Szelidove védelmében döntő szerepet játszik, miután az ukrán hadsereg logisztikai központjának számít. Sőt, egyes hírek szerint az oroszok már teljesen bevették Szelidovét is, és tovább nyomulnak előre. Ami Pokrovskot illeti, a helyi hatóságok igyekeznek megerősíteni ezt a stratégiai jelentőségű várost. Bár azt közölték, hogy a déli és a nyugati negyedeket erősítik, az oroszok viszont északról és keletről támadnak. Kurahovéhoz délről közelítenek az orosz csapatok. Lehetséges, hogy ez a város is Szelidove sorsára jut. Az oroszok ugyanis azt a taktikát választották, hogy bekerítik és elvágják a kelet-ukrajnai településeket, miután az ostrommal nem volt szerencséjük. Az agresszor az éjjel Kosztyanti Nyivkát bombázta, amely itt van a városom, Druskivka közelében. Csaszivjárnál viszont a front jelenleg stabilnak tűnik. Ukrán is be tudok számolni. Torec központjából az ukrán hadsereg lényegében kiverte a megszállókat, és ha minden jól alakul, az egész települést fel fogják tudni szabadítani. A háborúba közben bekapcsolódott Észak-Korea. Fennyán állítólag 12 000 katonával, 1 millió lőszerrel és fegyverekkel segíti az agresszort. Ukrajna viszont szűkös forrásokkal rendelkezik, lényegében katasztrofális a fegyverhiány a Dombászban. Az új fegyvereket, lőszereket és embereket ugyanis a Kurszki területre irányítják. Így aztán nincs, aki leváltsa, illetve felszerelje a Dombászban harcoló, végsőkig kimerült ukrán katonákat. Ez Alexander Kacura tudósította.